Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A választ megadja itt ez a kártya, a nappali szoba, ami utal vagy az ő otthonára, hogy visszahúzódó otthon van, lehet, hogy valamit szeretne változtatni az otthonában, de ez a nappali szoba lehet a te otthonod is, és akkor megjelenik a gondolatában, hogy meg akar látogatni téged. Amit a kártya esetleg még jelenthet, egy közös otthonnak a tervezését. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába, és itt látható ezen a képen a nagy-nagy szerencse, tehát ő bízik abban, hogy minden jóra fordul, előre folyamodnak az események, és szerencsétek lesz minden területen. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt megint az otthonról van szó, vagy az ő otthonáról, vagy a tiétről, lehet, hogy lesz egy meghívás, vagy egy látogatás, vagy tervez veled együtt valamit, szeretne kiépíteni valamit, ez lehet egy alkotó tevékenység is, vagy egy közös otthonnak a tervezése. A középső kártya mutatja azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre. Itt a múltról van szó, középen a jelenről, és itt felül látható a jövő. A múltban összetört valami, folytak a könnyek, volt szomorúság, és a jelenben még lefele tekintesz, nincs meg a magabiztos tartás, lehet, hogy nem bízol benne, vagy vannak még bizonytalanságok, de itt lesz egy jövő, hiszen itt ez a két kehely felül utal rád, és ő rá, és utal a kapcsolatra, utal az érzelmekre is. És itt van ez a nagy szerencse. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!